Kedves nézőink, az elmúlt héten az erdei iskola adott otthont a Holisz Nyári Egyetemnek, amelynek keretében a fiatalok azon gondolkodtak, hogyan tehetnék jobbá, szebbé az idősebbek hétköznapjait. A záró rendezvényen pedig mi is ott jártunk. Miről szól a Holisz Nyári Egyetem? A Holisz egy nemzetközi nyári egyetem, amit tavaly jött létre a Design Terminál kezdeményezésében, és az a célja, hogy különböző hátterű, szakterületű hallgatókat vonjunk be, és mindennapi problémákat oldjanak meg a design segítségével. Miért éppen az Ajkai Erdei Iskolát választotta helyszínéül a Design Terminál a Holisz Nyári Egyetemnek? Amikor kiválasztottuk a témát, akkor először elkezdtünk keresgetni, hogy hol vannak olyan tevékenységek, olyan területek, amik megfelelőek lehetnek ehhez az idős témához, és akkor ellátogattunk a Heredi Porcelán manufaktúrához és az Ajka Kirisrájhoz, akik örömmel fogadták ezt a projektet, és akkor a környéken szétnéztünk, hogy hol van olyan táborhely, ami alkalmas lehet egy izolált gondolkodásra, és ebben a gyönyörű környezetben az erdő közepén a hallgatók, 24 hallgató és 6 csapatvezető egész nap, egész éjszaka ezen a projekten tud dolgozni, tehát itt igazából még internet sincs, telefonos kapcsolat is nehezen elérhető, tehát mindenki a témára figyelt, és nagyon jót tett ez a projektnek is. Mi volt az idei téma? Az idei téma célkitűzése egy kicsit általános volt, azért mert, hogy ezzel a témával nem igazán foglalkoztak még a design oldaláról. Az volt a célkitűzés, hogy a 60 pluszosok, tehát az idősebb generáció gazdasági és társadalmi aktivitását valahogy segítsünk különböző vagy tárgyi, vagy szolgáltatásokkal. Tehát az itt lévő embereknek a nagy része azon gondolkodott első körben, hogy mik lehetnek azok a megoldások, amik az idősek mindennapjait jobbá tehetik. Hány munkacsoportban dolgoztak a résztvevők, illetve milyen projekteket dolgoztak ki? 6 csapatvezetőnk volt, akik közül 4-en külföldről jöttek, Hollandiából, Londonból és Spanyolországból és Pozsonyból, illetve volt 2 hazai csapatvezetőnk, tehát ők alkották a csapatok fejeit, és hozzájuk tartozott 4-4 diák, tehát összesen 24 diák dolgozott. És mivel a holisztikus táborról még annyit elmondanék, hogy az a lényege, hogy nagyon különböző hátterű fiatalok jönnek ide, tehát minden csapatba került egy designer, egy mérnök, egy valamilyen marketing vagy közgazdasági oldal tanuló diák, illetve szociális oldalról érkezett, éppen azért, hogy mindenféle nézőpont itt találkozzon, és hogyha egy tervet fejlesztenek, akkor az minden oldalról egy kicsit így ellenőrizve legyen, tehát vizuálisan is jól nézzen ki, üzletileg is helytálló legyen, jól illeszkedjen a célközönséghez, tehát hogy szociálisan jól működjön, illetve eladható legyen. Milyen elképzelések születtek? Nagyon érdekes és nagyon izgalmas elképzelések születtek, és szerencsére nagyon különbözők, amik egyébként összecsengenek. Nem lehet őket témákba sorolni, tehát nem lehet azt mondani, hogy valamelyik a táplálkozásra, vagy valamelyik a közlekedésre fókuszált. Nagyon sok olyan komplex projekt volt, aminek nagyon sok hozománya lehet. Ilyen volt például a társas kapcsolatokra kifutó tabukat legyőző honlap, aminek van egy offline megjelenési platformja is, tehát például egy kiállítás, vagy egy vándor előadás, aminek az a célja, hogy a fiatalokat is, de különösképpen az időseket arra biztassa, arra ösztönözze, hogy beszélnek a 60 túli problémáikról, olyan tabukról, amiről nem szoktak, ez lehet a párkapcsolat, a szexualitás, a szépség, a testiséggel kapcsolatos dolgok, és ezeken a kiállításokon, előadásokon, illetve web oldalon keresztül ezt a témát fel tudják tárni, és így és megosztani a gondolataikat, ezáltal a generációk között is kapcsolatok épülhetnek, másrészt pedig megoldhatnak, rájöhetnek olyan problémára, amitől előtte szenvedtek, vagy rosszul érezték magukat. Ez egy volt a 6 közül, de nagyon nehéz őket összefoglalni igazából pár mondatban. Az Ajka Kristály és a Herendi Porcelán Manufaktúra segítette a munkát. Ez hogyan történt? Ez úgy történt, hogy a tábor úgy épült fel, hogy az elején volt egy erős szakmai tartalomfejlesztés, illetve közösen megosztottuk, hogy mi a 7 célkitűzése. Utána
két nap állt rendelkezésünkre, hogy interjúkat készítsünk. Egyrészt eljöttek az ajkai nyugdíjas kluboknak különböző tagjai, közösen főztünk, illetve papírmasikat készítettünk velük, illetve a hétfői napon látogattunk el Herendre és Ajkára, ahol a volt dolgozókkal készítettek személyes, illetve csoportos interjúkat azért, hogy a témáikat ezeken a kérdéseken keresztül kicsit közelebb hozzák magukhoz. Nagyon szeretnénk, hogyha ezeket a projekteket, ezeket a koncepcióterveket, illetve tárgyasult dolgokat kipróbálhatnák. Tehát, hogy egyrészt szeretnénk ezeket átadni valamilyen formában, akár az Ajka Kristálynak, akár a Herendi Porcelángyárnak ezeket a terveket, hogy kipróbálják, akár a dolgozóik körében, és aztán visszajelezzenek, hogy ez hol működik, hol nem működik. Tehát, hogy ez egy hosszú távú folyamat alapvetően, és nem az a célunk. Az is egy nagyon fontos cél, hogy gondolatokat ébresszünk, hogy az itt résztvevő hallgatók máshogy álljanak egy ilyen szociálisan érzékeny témához, de nagyon fontos az, hogy azok a tervek, amik itt kialakultak, ne a fiókban végződjenek, hanem tovább tudjuk őket vinni. Most láthattuk a prezentációkat, ahol nagyon jól bemutatták a hallgatók nem csak a végeredményt, hanem azt, hogy hogyan jutottak el erre az eredményre. Ezeket megpróbáljuk összefésülni, és egy leírásban, illetve mindenféle dokumentációval segíteni azt, hogy ebben olyan csomagok legyenek, amit átadhatunk vállalkozóknak, vállalatoknak, vagy átadhatunk az önkormányzatban működő döntéshozóknak, illetve civil szervezetek képviselőinek, akik kipróbálják ezt, és mi folyamatos visszajelzést kérünk arról, hogy ez hogy működik, illetve nagyon szeretnénk, hogy az itt résztvevők is folytassák ezen a munkát. Tehát ők egy héten keresztül igazából éjjel-nappal dolgoztak, és annyira fűtötte őket ez a téma, annyira rákattantak, hogy szerintem nagyon sok lesz közülük olyan, aki szeretné ezt folytatni és fejleszteni még a terveket. A prezentációkon kívül egy kiállítást is láthatnak az Áron rendezvény résztvevői. Igen, ez részben magyarázza a prezentáció részleteit, tehát meg lehet nézni azt a folyamatábrát, azokat a prototípusokat, ami a bemutatás során előjött, lehet kérdezgetni a projektben résztvevőktől, illetve mögöttem látható néhány plakát, ami egy Holisz előkutatás részét képezi, ugyanis nagyon fontosnak tartottuk, hogy ezeket a példákat, a legjobb gyakorlatokat, amik Nyugat-Európában, Amerikában, Ázsiában már működnek több éve, azokat megmutassuk, és inspirációnként szolgáljanak a táborban résztvevő hallgatóknak. Ez konkrétan úgy nézett ki, ez is egy szakmai gyakorlat volt, amiben 6 Moholy Nagyművészeti Egyetemi hallgató vett részt. Az volt a cél, hogy a legjobb gyakorlatokat összegyűjtsük szerte a világból. A 3 hónapos szakmai gyakorlat során elkészült egy kiadvány, ami több mint 60 projektet mutat be, és inspirációként szolgál részben az ideérkezőknek, részben egyébként bárkinek, hiszen ez a holisz.designterminal.hu oldalról hamarosan letölthetővé válik. Tehát ez egy olyan különleges gyűjtemény, ami bemutatja nemzetközi projekteket, és itt a tablókon kiemeltünk ebből 8-at, és el lehet olvasni ezeknek a történetét, hogy milyen problémára reflektálnak, hogyan működnek, hogyan vált be, és hogyan fejlesztik ezt. Például mik ezek a projektek a 8 közül? Például van egy a Senior Design Factory, ami arról szól, hogy idős emberek megosztják a tudásukat fiatalokkal, és erre létrehoztak egy közösségi teret, ahol például az idős hölgyek megtaníthatják kötni a fiatalokat, és ez egy nagyon jó párbeszédet hoz létre igazából az idősek és a fiatalok között. Ennek az egész programnak pedig az az üzleti alapja, hogy a fiatalok belehozzák azt az új design gondolkodást, azt az esztétikumot, amit az idősek tudásával ötvözve egy eladható tárgy formájában testesül meg. Tehát, hogyha ők találkoznak, egyrészt a fiatal elsajátítja azt a tudást, másrészt létrejön egy termék, és a kávézóhoz pedig tartozik egy bolt, ahol ezeket meg lehet vásárolni.